Szombaton kora reggeltől zajlott a munka a Bonyhád-Börzsönyi harangláb körül. A felújított épületet idén júniusban adták át, most pedig a Bonyhád-Börzsönyért Egyesület parkosítási programot szervezett. Én írtam ki a Facebookra, hogy mára szervezünk egy ilyen kis kalákát, amiben rendbe tesszük egy kicsit a területet, mert amikor megépült a harangláb, akkor meleg nyár volt, és nem tudtunk ilyen csinálni, és úgy határoztunk, hogy ősszel, hogy tavaszra akkor már legyen szép fű, és legyenek fák, bokrok körülötte. Elég sokan összejöttünk, ez gondolom így látszik, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ez így sikerült. 20 darab tujját, 9 kúszótujját és 10 darab törzses rózsát ültetnek első körben az egybegyűlt önkéntesek. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere örömmel csatlakozott a szombati harangláb körüli terület rendbetételéhez. Nem is a cél az érdekes sokszor, hanem az oda vezető út. Szerintem ez ma itt szintén bebizonyosodik, hiszen nagyon jó hangulatban dolgozunk most már itt egy jó másfél órája. Újra bebizonyosodott, hogy egy jó célért tényleg érdemes összefogni, és van is kivel. Sokszor halljuk azt, hogy az embereket nem érdekli semmi, és magukba fordulva csak a saját problémáikkal foglalkoznak. Én azt vallom, hogy csak meg kell mutatni azt az irányt, amiért tényleg érdemes összefogni, és akkor arra van jó példa, mint ez a mai összefogás is. Sokan vagyunk, jó a hangulat. Nagy örömömre én is két kezi munkámmal is részt veszek. Nem áll messze abszolút tőlem ez a fajta tevékenység, mert ebben nőttem bele a föld szeretetébe. Levendulákat és fűmagot hoztam én magam, hogy ezzel is segítsem és hozzájárulok a parkosításhoz. Kapa nyeselő kitartóan dolgozik, de vajon milyen a föld? Kemény. Egy kertet megtervezni, virágokkal, növényekkel díszíteni nem is olyan egyszerű feladat. Itt azonban, csak úgy, mint a munkában, a tervezés folyamatában is egyetértés volt. Nagyon jól összhangba jöttünk, és tényleg mindenki úgy volt vele, hogy ez ide jó lesz, az oda jó lesz, úgyhogy... Mindenki hozott valamit, vagy a pénzt dobták össze? Hát az Egyesület fizeti a tujákat, a polgármester asszonytól kaptuk a levendulát, fűmagot, és a munka meg mindenki adja. És persze mindenki készült harapnivalóval, itallal, és egy kis szíverősítővel is. Az víz, de ez nem. Az a védőital. Ez egy kicsit tüzesebb. Szombaton a munka késő délutánig tartott. A parkosítás ezzel nem ért véget, a Bonyhád-Börzsönyért Egyesület a jövőben is várja az önkéntes segítőket.